Jobb adni, mint kapni. A DM 2022-ben is megszervezte a Giving Friday napot a Black Friday helyett. A napi forgalmunk 5%-át jótékony célra ajánlottuk föl. Itt vagyunk Nyír Bogdányban, ahol a projekt egy része megvalósult. A DM az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet és a Zöldkör Egyesület közös projektjét támogatja, amelynek keretén belül mindenki kipróbálhatja a biogazdálkodás fortéjait. Ezért is vagyunk ma itt Nyír Bogdányban, hogy megnézzük, hogy hogyan készül a helyi általános iskola magas ágyása. A DM Kft. Támogatásával itt Nyír Bogdányban, illetve még másik két településen, Kótályban és Tégláson valósítunk meg egy-egy iskola zöldítési programot. Többek között tartunk fenntarthatósági témanapot, egyrészt a szülőknek is. Ezen kívül egy vetélkedőt valósítunk meg szintén minden iskolában, és a végén a legjobb csapatok teljesítői egy ökotúrán vehetnek majd részt. Egy eleme a programnak a pedagógusoknak a bevonása. Számukra egy kétnapos kihelyezett tantestületi ülést szervezünk. Szakmai programokat, előadásokat, illetve terepi programot, kenutúrát és biciklitúrát tervezzük. Ezáltal próbáljuk az ő szemléletüket is formálni. Az iskola zöldítést egyrészt a szemléletformáló programokkal kívánjuk megvalósítani, másrészt pedig konkrét zöldítéssel. Magaságyásokat helyezünk el minden iskolában, két-két magaságyást, és ezeket mindenféle virágos növény egynyári virágokkal, illetve évelőkkel ültetjük be, amelyet aztán a gyerekek majd gondozhatnak, illetve maga az ültetés is a gyerekek bevonásával történik. Aki követik a Kert TV-t, tudhatják, mennyire fontos számomra az ökológiai szemléletű környezetudatos gazdálkodás, kertészkedés, így aztán nagy örömmel álltam össze az Ömkével, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel és a DM-mel, hogy egy 10 részes sorozatban az Ömki szakértőivel együtt mutassuk meg az ökológiai gazdálkodás kisebb-nagyobb trükkjeit. Ha titeket is érdekel ez a téma, akkor tartsatok velünk ebben a remek sorozatban!